Új alapokra helyezték a szabálysértési eljárás rendszerét. Az új törvény hatályba lépését követően kizárólag az a társadalomra veszélyes tevékenység vagy mulasztás minősülhet szabálysértésnek, amelyet a törvény büntetni rendel. A helyi önkormányzatok képviselőtestületei már nem alkothatnak olyan önkormányzati rendeleteket, amelyben szabálysértési tényállást állapítanak meg, illetve az ilyen rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. Ugyanakkor önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott közösségellenes magatartást. A Dabasi Önkormányzat képviselőtestülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. Dabasváros önkormányzata rendeletében a következő magatartásokért szab ki pénzbírságot. A közterület engedély nélküli, illetve attól eltérő használata. A közterület rendeltetéstől eltérő használatából kiemel egy-egy közösségellenes magatartást, például engedély nélküli árusítás, utcabútorok tönkretétele, vásári rendszabályok be nem tartása. Közutak engedély nélküli felbontása, közterület átalakítása. Hirdetményekkel kapcsolatos szabályok megszegőivel szemben is el lehet járni. A közterületen történő szeszes italfogyasztást bírságolják. A közterület használatról szóló rendeletben meghatározott közterületeken tilos a dohányzás. A játszóterek rendeltetéstől eltérő használatát is büntetik. A helyi környezetvédelméről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó zöld felületeket is védik. Tartalmazza a közterületek tisztántartásának, hó eltakarításának, árkok feltöltőinek szankcionálását, valamint a rendezvényszervező felelősségét, amennyiben a rendezvény területét nem tartja tisztán. Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló rendelet be nem tartását szankcionálja. Az állattartási szabályok be nem tartóit büntetik. Az önkormányzat jelképeinek, nevének jogosulatlan használóit is bírsággal sújthatják. Köztemetők igénybevevőinek szankcionálását szabályozza. Önkormányzati rendeletben helyi védelem alatt álló helyi érték nem megfelelő kezelőjét is sújthatja a jegyzők közigazgatási bírsággal.